Ez a híradó 8 órakor az m 1 Ferenc vagyok, jó reggelt kívánok! Még egy hétig érvényben maradnak a korlátozások, ezt jelentette be a miniszterelnök ma reggel a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor elmondta, na a számokból az látszik, hogy folyamatosan nő a fertőzöttek száma. A legfrissebb adatok szerint újabb 213 beteg halt meg a fertőzés miatt. Több mint 9000 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1174-en vannak lélegeztetőgépen. Orbán Viktor hangsúlyozta, a lélegeztetőgéppel felszerelt ágyak kapacitásának a felét még nem értük el, és ugyanez igaz a kórházi ágyakra. Hozzátette, a húsvéti időszak kritikus lehet a fertőzések számát tekintve, hiszen ilyenkor sokan útra kelnek, ezért az ünnepi időszakra vonatkozó szabályozásról később döntenek majd. A miniszterelnök kijelentette, a legfontosabb, hogy minél több embert oltsanak be, ebben a tekintetben jól áll Magyarország, hiszen a beoltott emberek száma ma meghaladja a másfél milliót. Azonban az, hogy hány ember kaphatja meg a védőoltást, nagyban befolyásolja, hogy mennyi vakcina áll rendelkezésre úgy látjuk, hogy az oltások számának növekedése jelenti a legfontosabb védekezési eszközt. Ezt úgy kell elképzelni a hallgatóknak, hogy minden héten négyszer, ötször annyi embert oltunk be, mint ahányan megbetegednek. Mondjuk az elmúlt héten ez azt jelentett, hogy beoltottunk 293 ezer embert újonnan, az első oltást kapta meg, és közben lett 58 ezer új beteg. Tehát minél több embert oltunk be, annál inkább csökkenni fog az új betegeknek a száma. Csak ezt gyorsan kell oltani, ehhez meg persze a vakcina kell. Közben befejeződött az újraításról szóló konzultáció, az interneten soha ilyen sokan nem vettek még részt online konzultációban. Erről a miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a csütörtöki kormányinfón. Gulyás Gergely hangsúlyozta, ennek eredményétől függ, hogy milyen ütemben indulhat újra az ország. Több lépcsős újraindításban gondolkodik a kormány, a nyitás időpontját az oltottság mértékéhez kötik. Soha interneten ennyien konzultációban még nem vettek részt. Rekordcsokan töltötték ki már most az ívet, erről beszélt a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta, az eredményeket a hétvégén hozzák nyilvánosságra. Közel vagyunk ahhoz, bár a járvány harmadik hullámának a csúcsa közelében vagyunk, de abban bízunk, hogy közel vagyunk ahhoz, hogy majd a nyitást is megkezdhessük. A konzultáció alapján fogunk dönteni az újraindítás és a nyitás lépéseiről. Több lépcsős újraindításban gondolkodik a kormány, a nyitás időpontját az oltottság mértékéhez kötik, tette hozzá. Az egyetlen megbízható védekezési mód az továbbra is az, hogyha az oltás folytatódik. Magyarország ezért szerzett be oltóanyagot mindenhonnan, ahonnan csak lehetséges, fogalmazott a miniszter, majd hozzátette. A keleti vakcináknak is köszönhetően a hazai az egyik legsikeresebb oltási program az Európai Unióban. Ha kellően gyorsan tudunk oltani, ha kellően sok oltóanyagot szerzünk, és hogyha kellően sokan regisztrálnak és oltatják be magukat, akkor negyedik hullám már nem lesz. Ezért azt mondhatjuk, hogy ugyan most már két fél év, egy év van mögöttünk, de most már nem években és fél években, hanem még talán nem is hónapokban, hanem hetekben és napokban kell számolni azt az időt, amíg eljutunk oda, hogy az intézkedésekkel lazítani lehessen. Ezért minden beérkező vakcinát egy héten belül felhasználunk, tette hozzá. Gulyás Gergely hangsúlyozta, raktárban csak akkor maradhat oltóanyag, ha a biztonsági ellenőrzés még nem ért véget, vagy ha félre kell tenni a második körös oltásokra. A miniszter szerint áll hír, hogy kapacitás probléma lenne az egészségügyben, vagy rangsorolni kellene a betegek közt. További 1700 szabad lélegeztető géppel felszerelt ágy áll rendelkezésre, és több mint 11 ezer szabad kórházi ágy van. A kormány korábban már döntött arról, hogy a vélekezésben mind a rezidensek, mind a medikusok részt vehetnek, tehát így a személyi állomány is lényegesen bővebb, mint az korábban volt. Az ápolók és orvosok megfeszített tempóban dolgoznak, de a kórházak bírni fogják a terhelést, mondta a miniszter majd mindenkit arra kért, hogy tartsa be a szabályokat és csökkentse az érintkezések számát, így a következő hetekben csillapodhat a járvány. A kormány reményei szerint a magyar lakosság teljes átoltottsága május-júniusra érhető el. Folyamatosan készülnek a védettséget igazoló okmányok. Már több mint 1 millió 400 ezer készült el, ennek nagy részét már postázták is az érintetteknek. Azok kaphatnak ilyen igazolványt, akik igazoltan átestek a betegségen, vagy megkapták a védőoltás első adagját. Az okmányt csak annak kell külön igényelnie, aki antitesttesztel igazolja, hogy felgyógyult a fertőzésből. A többi érintett automatikusan megkapja. Bújás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón azt mondta, a nemzeti konzultáció alapján döntenek majd arról, hogy a védettségi igazolványokhoz milyen jogosítványok kapcsolódjanak. Továbbra is várják a koronavírus fertőzésen átesettek vérplazma donornak való jelentkezését. Erről beszélt a Testnevelési Egyetem tudományos rektor helyettese a Kosút Rádióban. Laca Zsombor azt mondta, lezárult a plazmaterápiával kapcsolatos kutatásuk első fázisa. A tapasztalatok szerint a plazmaterápia akkor hatásos, ha minél hamarabb alkalmazzák a betegeken. Azt is kutatják, hogy azok, akiket már beoltottak, alkalmasak-e donornak plazmaterápia akkor hat, hogyha erősen semlegesítő jellegű plazmát, tehát magas ellenanyag szintű plazmát adunk be, és gyorsan. Most, hogy mi a gyors, az relatív, amilyen gyorsan csak tudjuk, tehát egy súlyos betegnek, aki kórházba kerül néhány napon belül, vagy pedig a tünetek megjelenése után egy héten belül. Ez volt a konszenzus. A másik, amiben viszont különböző cégekkel, illetve kutatócsoportokkal dolgozunk együtt, az az, hogy tömény, gyógyszer jellegű ellenanyag készítményeket célszerű most már fejleszteni. Ez az, ami hosszú távon is gyógyszerként alkalmas lehet a betegek kezelésére. Fulladás, gyengeség, hajhullás és alvászavar, ez csak néhány a lehetséges szövődmények közül a koronavírus fertőzésnek, amelyek jóval a betegség leküzdése után jelentkeznek. Éppen ezért egyre fontosabbá válik a betegségen átesettek rehabilitációja. Erről a Budapesti Szent Ferenc Kórház főigazgatója beszélt az m 1 Hozzátette, már dolgoznak a COVID betegek teljes körű gyógyításának kidolgozásán, amelybe a rehabilitáció is beletartozik. Az államigazgatással, a kórházakkal elkezdtük kidolgozni azt a rendszert, hogy egységes egészben hogyan adjuk vissza ezeket a betegeket a családjaiknak, hogyan tudjuk együtt dolgozni, hogyan tudjuk ezt megoldani. Nyilván ez egy szervezési folyamat is lesz, hiszen vannak rehabilitációs centrumok, de más célokra, és vannak aktív osztályok más célokra. Ezeket kell majd összeraknunk. Biztonságos és hatékony az AstraZeneca oltóanyaga az Európai Gyógyszerügynökség szerint. Az elmúlt hetekben több országban is leállították az oltást ezzel a vakcinával, miután felmerült, hogy vérrögképződést okozhat. A gyógyszerügynökség vizsgálatai azonban egyértelműen kimutatták, hogy nem volt kapcsolat a vérrögképződés és az oltás között. Ugyanerre a megállapításra jutott az Egészségügyi Világszervezet is. Azért is tartjuk fontosnak ezt az állásfoglalást, mert tudatosítani szeretnénk az emberekben, akiket még nem oltottak be annak a fontosságát, hogy mindent tudjanak az oltásról. Én akár holnap beoltatnám magam ezzel az oltóanyaggal. Négy hétre szigorú vesztek zár kerül Franciaország 16 megyéjek köztük Párizs is. A szigorítást a miniszterelnök az új vírusvariánsok terjedésével indokolta. Ma éjféltől a lakhelyet el lehet hagyni sportolni, levegőzni időkorlát nélkül, de csak igazolással és csak 10 kilométeres körzetben. A megyék közötti közlekedés tilos, kivételt csak a halaszthatatlan vagy a hivatalos ügyek jelentenek. Az iskolák mindenhol nyitva maradnak. Az érintett 16 megyében csak az alapvető szükségleteket kielégítő üzletek nyithatnak ki. A lezárás 20 millió embert érint, az ország mintegy egy harmadát. Holnaptól csak munka- és üzleti ügyben utazhatnak külföldre, a szlovák állampolgárok, turisták nem hagyhatják el az országot. Az intézkedés a már negyedik alkalommal meghosszabbított vészhelyzet hatályba lépésével egy időben lép életbe Szlovákiában. A rendőrség a határokon és a repülőtereken is ellenőrzi majd az utazókat, akiknek igazolniuk kell, hogy nem turizmus céljából lépik át a határt. Szlovákiában már több mint 344 ezeren kapták el a koronavírust, és több mint 8 ezeren haltak bele a betegség szövődményeibe. Szombattól bezár Lengyelország, mindenhol életbe lépnek a szigorú szabályok, csak az alapvető cikkeket árusító boltok maradnak nyitva. Bezárnak a kulturális intézmények és az iskolák is. A korlátozások április 9-éig biztosan érvényben maradnak. Lengyelországban egy hónap alatt az ötszörösére nőtt a naponta regisztrált új betegek száma, csak szerdán 25 ezernél több ember tesztje lett pozitív. Már több mint 121 millió ember kapta el a koronavírust világszerte, és több mint 2 millió 600 ezeren haltak meg. A fertőzés 192 országban és régióban van jelen, továbbra is az Egyesült Államokat sújtja a leginkább a járvány. Ott már több mint 29 millió embernél mutatták ki a fertőzést, és több mint 530 ezeren vesztették életüket. A nyugat-európai országok közül az Egyesült Királyságban regisztrálták eddig a legtöbb koronavírusos beteget, már több mint 4 millió 200 ezeren kapták el a fertőzést, és több mint 120 ezeren haltak bele a betegség szövetményeibe. A Fidesz kilépett az Európai Néppártból, közölte Novák Katalin a közösségi oldalán. A kormánypárt alelnöke három pontban sorolta fel az okokat. Azt írta, 2015-ben a bevándorlási válság idején kiderült, hogy a néppárt a migráció támogatásában látja a jövőt, a magyarok azonban elutasították ezt. Novák Katalin azt is írja, a további okok, hogy a koronavírus járvány elleni védekezés helyett az Európai Néppárt egy olyan alapszabálymódosítással volt elfoglalva, amely lehetővé teszi, hogy a fideszes képviselőket megfosszák jogaik gyakorlásától. Novák Katalin végül azt is írja, <coughs> az Európai Néppárt baloldali értékeket képvisel. Ugyanakkor a Fidesz az Európai Demokratikus Jobboldalhoz tartozik, amelynek újjáépítése szükségessé vált.